A tanácskozás első napján az előadók azt elemezték, milyen kihívásokkal, problémákkal és nehézségekkel szembesül a kisebbségi nyelvek használata az oktatásban. Arról is szó volt, milyen lehetőségek és perspektívák nyílhatnak meg előttük a jövőben. Felvetődött a kérdés, lehet-e ma a kisebbségi nyelvre gazdasági tőkeként tekinteni. Želimo da se osvrnemo i na primjere iz prošlosti kada je većinska populacija bila višejezična. Smatramo da u novije vreme višejezični su na kraju samo manjinski govornici. I nekako bismo hteli da razmislimo i o modelima obrazovanja koje bi učinili i manjinsku i većinsku populaciju višejezičnom, makar sa u jezicima društvene sredine. Recimo, to je jedan od izazova. A tanácskozás résztvevői pénteken a kisebbségi irodalommal és a műfordítással foglalkoznak majd. Az előadók között lesz Márko Csúdics, a belgrádi hungarológiai tanszék vezetője is. A folyóirat kultúrával foglalkozom mostanában, és az Ex-Szimpózion Veszprémi folyóiratról fogok beszélni, mint az új szimpó egyfajta, hát lehetne azt mondani, hogy folytonosságát ápoló folyóiratról, bár ugye más kontextusban, más körülmények között alakult, és az alapítók, Bozsik Péter, illetve Ladányi István ugye innen menekültek annak idején a 90-es évek elején a mozgósítások miatt. A délelőtti előadásokat mindkét napon a Szabad Egyetemen tartják. Délután pedig kerekasztal beszélgetést szerveznek a Szabadkai Városi Könyvtárban, ahol pénteken Váradi Tibor akadémikus lesz a díszvendég.